Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Folytatódik animációs évadunk, egy adás erejéig nekem is sikerült visszatérnem, szervusztok kedves hallgatóink, és a mai adásunk témája a Persepolis című film, és az adáshoz vendéget is hívtunk, itt ül velünk Szép Eszter. Szervusz Eszter! Sziasztok! Nagyon köszönjük, hogy eljöttél az adásunkból. Most először vendégeskedsz a Vagfolt Podcastban. Egyébként podcastoltál már? Igen, nekünk van egy megboldogult képregényes podcastunk Mráz István barátommal, aminek az a neve, hogy a képregények titkos élete, és a maga podcast is annyira titkos volt, hogy senki se hallott róla, de minden platformon ott van, ahol testének a maradványa, és nagyon élvezek podcastolni, úgyhogy tök jó, hogy ti is csináljátok, és animációs filmeket vesztek ebben az évadban. Na, akkor a képregények titkos életére érdemes rákeresni Google-on, Spotify-on, Apple-on, bárhol. Jó pár adást megjelent ez a podcast, úgyhogy lehet, hogy most néhány plusz hallgatót azért még sikerül. Köszi. Sose adjuk fel, nem a podcast, az olyan, amit bármikor lehet folytatni. Ez így van, abszolút így van. Délet közben szól, aztán utána megint. Így van. És reméljük, hogy esetleg ez ad némi löketet ehhez majd. Igen, és azért is téged hívtunk ezt ehhez az adáshoz, mivel képregénykutató vagy, és ez az első olyan film az animációs évadunkban, javíts ki, tévedek, Péter, ami egy képregény adaptáció. Való, igaz. Úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy akkor nyilván a film van a fókuszban, de hát a képregényről is fogunk tudni beszélni ennek kapcsán, illetve a két médium találkozásáról. Ugye ez a film, ez 2007-es, a Persepolis című film, és Marjan Satrapi azonos című önéletrajzi ihletésű, illetve inkább azt mondom, hogy erősen önéletrajzi képregényéből készült, a képregény pedig 2000 és 2004 között született, vagyis hát két kötetben jelent meg, ha jól emlékszem. Én is így emlékszem, igen. És a filmnek társrendezője is Marjan Satrapi, rajta kívül Vincent Paronneau volt még a társrendező és forgatókönyvíró. A film mert 2007-ben Cannes-ban mutatták be, Cannes-i filmfesztiválon, ahol így megosztottam, megkapta a zsűri nagydíját, és aztán Oscar-díjra is jelölték, azt nem nyerte meg végül ez a film. Nagyon röviden zanzásítva ez a keletkezés története, és maga a film pedig a szerzőnek, Marjannak a gyerekkoráról, illetve kamaszkoráról szól. Ő egy iráni születésű ember, és gyakorlatilag az iráni történelemnek a viharai közepette nőtt fel, különböző forradalmak és háborúk alatt, és gyakorlatilag ennek a története az ő szemszögéből, illetve a családjának a szemszögéből az, amit végig tekintünk, részben Iránban, részben pedig Európában, ahova végül egyszer ideiglenesen, aztán pedig véglegesen is kiköltözött, és egy körülbelül 10-15 évnek a történetét öleli fel a film, illetve maga a képregény is. Így van, és az a képregény, ami az eredeti szerzeménye a Marjannak, ez 2003-ban és 2004-ben jelent meg két kötetben, ahogy mondtad, de ezt meg akartam emelni, és akkor ebből lett ugye pár évvel később ez a filmadaptáció, úgyhogy valóban ez az első olyan adásunk idén, amelyben képregénynek a feldolgozásával foglalkozunk, pedig egyébként ez egy eléggé gyakori életútja, úgymond az animációs filmeknek, tehát elég sok a képregény adaptáció, vagy akár olyan adaptáció, amely egy, nem tudom, illusztrált mesekönyvből készül, vagy ilyesmi, de mindenképpen jó, hogy tudunk foglalkozni egy olyan animációs filmmel, amely egyrészt ebből a médiumból érkezik, úgyhogy beszéltünk arról is, hogy
az állóképekből álló képregényt hogyan sikerül animációs formában újra feldolgozni, továbbá arról is, hogy továbbá az is egy újdonság ebben az idei adás, a mostani adásunkban, hogy ez az első igazán felnőtteknek szóló animációs filmünk. Ez be is volt tiltva egyébként sokáig egyes országokban, azt hiszem, hogy Amerikában, például iskolában is akarták vetíteni kötelező anyagként, de aztán ebből felháborodás lett, mert elég sok a nagyon grafikus szörnyűségeket bemutató jelenete a képregénynek is, meg a filmnek is, és ez egy konkrétan felnőtteknek szóló animáció, úgyhogy most erre is sikerül kitérnünk ebben az évadban. Ja, nekem újdonság volt. A Viking Life is végül is felnőtteknek szóló, de azért, ja. Ja, igen. Én most láttam először a filmet, Péter? Én is. Ez már egyébként azóta a radaromon van, hogy megjelent, tehát ez így pont abban az időszakban jelent meg, amikor nem tudom, hogy a Pesti Esben lehetett ezekről olvasgatni, meg azért ez így elég igen. Sok beszédtéma volt Magyarországon ez a film, hiszen te is mondtad, hogy különböző fesztiválokon is megfordult, de valahogyan akkor mégis kimaradt nekem, és azóta is szántam, bántam, hogy sosem pótoltam be. Ja, hasonlóképp voltam én is, viszont akkor Eszter, mesélj egy kicsit arról, hogy te mikor láttad először a filmet, illetve a képregényt olvastad-e előbb, milyen a Persepolisszal neked így a történeted? Nem emlékszem, hogy mikor láttam először a filmet, de biztos, hogy régen, és nagyon sokszor láttam, mert ahogy ti is mondtátok, ez egy olyan képregény is egy olyan animációs film, amely belépési pont lehet sokak számára, és tényleg itt is lépnek be, hogy úristen, felnőtteknek szóló animáció, amiben háború van, és komoly kérdéseket mutat be, etikai dilemmákat mutat be, nehezen megoldható helyzeteket, egy konkrét történelmi szituációt, ugye az iszlamista forradalom éveit, de olyan élethelyzeteket is, amelyek folyamatosan újra képződnek ezen a bolygón, amikor valamely országban háború van, és azt túl kell élni, vagy el kell menekülni. És a képregényt olvastam előbb szerintem, de ez sem biztos. Szóval ez sokat elmond az emlékezetemről. Általában nem emlékszem semmire, de az biztos, hogy amikor elkezdtem a doktori képzést, akkor az első konferencián, ahol mentem, a CEUN, ott három képregényről beszéltem, és az egyik a Persepolis volt. Szóval én is azt az utat jártam be, hogy ez egy ilyen belépő képregény volt számomra, amin keresztül megismertem a többi komolyabb társadalmi kérdéseket boncolgató képregény világát, mert hogy nekem tehát hogy így úgy szoktam bemutatkozni tényleg, hogy képregénykutató, de a doktorim eredetileg az irodalmi doktori lett volna, csak nagyon hamar elterítettem. És nagyon érdekes volt az, hogy ez jó 10 évvel ezelőtt volt, amikor így újdonság volt a Persepolis, szóval a konferencián ilyen sok faktornak számított, hogy valaki egy ilyen képregényről beszél, ma már nem számít sok faktornak. Szerintem maga a konferencia egyébként az volt a címe, hogy Gendered Memories of War and Political Violence, azaz olyan, de lehet, hogy nem ez volt a címe, nem, az olyan ábrázolásokról szólt, egy ilyen doktoranduszoknak szóló konferencia, ahol fotókon, képeken, bármilyen vizuális médiumban, vagy archív anyagokon a háborúnak és a politikai erőszaknak azok a vetületei jelennek meg, amelyek kifejezetten azért jöhettek létre, mert az, aki elszenvedte őket, az valamilyen nemű, szóval nagyon sok volt ez a nemi erőszak, a kínzás, szóval ilyen boldog témák, és akkor ott beszéltem ilyen képregényekről és a Persepolisról is, és most, hogy újra néztem a filmet tegnap, ismét lenyűgözött az, hogy milyen ereje van ennek a filmnek, úgyhogy a legjobb belépő film ebbe a világba szerintem. Abszolút, ja, igen. És még azt akartam elmondani, hogy a képregény keretkezés történetében szerintem egy fontos mozzanat elmondani azt, hogy Marjane Satrapi
ahogy azt megismerik a filmből is, és a képregényből is, elhagyja Iránt, és Franciaországba emigrál, amikor felnőtt lesz, és ott a francia vizuális kultúrában szerez egy képzést, épít karriert, és a képregény is először franciául jelenik meg, és Franciaországban más a képregények megítélése, mint akár itthon, ahol a képregényeknek leginkább nincs megítélése, akár ezt, mint a képregényfesztivál szervezője merem kijelenteni. Mindegy, májusban lesz képregényfesztivál. Vagy az Egyesült Államokban, ahol szuperhős orientált az ötlet, ami az embereknek így a fejébe villan a képregényekről, és Satrapinak eredetileg egy ilyen provokatív, négykötetes képregény jelent meg Franciaországban, amit én nem beszélek franciául, tehát most mindenki, aki beszél franciául, fogja be a fülét, az Association nevű kiadó adott ki, ami egy irodalmi kiadó volt, és egy ilyen provokatív gesztus volt számukra is, hogy úgy csomagolták a képregényt, mintha irodalmi könyv lenne, regény lenne. És tehát nem úgy nézett ki, mint a klasszikus francia A4-es méretű kalandképregény albumok, hanem jobban hasonlított egy regényre, és ilyen a tartalomra utaló perzsa motivumokat bemutató címlapja volt mind a négy kötetnek, és ezt az Egyesült Államok nem tudta átvenni, mert egy négy kötetes, amit az USA-ban nem lehet eladni, ahogy egyébként itthon is nehéz, és akkor az USA-ban lett ebből két kötetes, egy teljesen másik címlappal, és Magyarországon pedig már egy kötetes. Egy megint másik címlappal, mert most újra kiadta a Libri pár éve, és egy ilyen elvontabb, azt hiszem, hogy egy női profil van rajta, címlap, tehát hogy így érdekes, hogy így átalakul a formátum, ahogy így a perzsa kultúrára utaló jellegek így kivesznek belőle, és sokkal inkább beillesztődik egy olyan formátumba, hogy így, ó, ez egy regény, csak épp rajzolva van, míg eredetileg ez egy provokatív gesztus volt, most pedig legalábbis a magyar piacon így egyértelműen, ha nem így néz neki, nem lehetne eladni. De ennek semmi köze az animációs filmnek, csak ezeket mindig érdekesnek találom, hogy kultúránként hogyan kell máshogy marketingelni egyes termékeket, akár képregény, akár animáció, akár film. Igen, szerintem is érdekes ezeket, szerintem teljesen jó, hogy szóba hozott, függetlenül attól, hogy most közel van a filmhez, mert hogy kell a képregényről is beszélnünk mindenképpen. Jó, egyébként ez a ketté bontott kiadvány, az meg úgy néz ki, hogy azt hiszem, hogy az első fele az, ami tulajdonképp Iránban játszódik, a lánynak a tínédzser koráig bezárólag, és a második kötetben utazik ki, azt hiszem, Bécsbe. Tehát ott van az első ilyen, hogy külföldre utazik. Azt hiszem, így oszlik fel a képregény története, és nagyjából egy az egybe feldolgozza a film a két kötetnyi sztorit, ugye? Nem, vagy van, ami nagyon ki van hagyva belőle? Hát én majd ezt szerintem jobban meg fogja tudni mondani, én nem tudtam olyan alaposan végigolvasni a képregényt, de azért úgy tűnik, hogy a képregény az egy rész, hát most azt mondom, hogy részletgazdagabb, de ezt nem a film rovására mondom, mert szerintem a film is nagyon, nagyon szépen a maga másfél órájában szépen átmenti a lényeget, és nagyon sok apró részletet is átvesz, amitől ilyen nüanszos lesz maga a film is, szóval, hogy ez nem egy kritika, viszont a képregény azért minden alaphelyzetet, ami a filmben megjelenik, azt egy picit szerintem részletesebben, vagy több oldalról, vagy kicsit talán ilyen jobban mélységében, aprólékosabban dolgoz föl. Tehát szerintem olyan nagyon nagy, olyan dolog, ami így a képregényben benne volt, és a filmből teljes egészében kimaradt, olyan nincsen, inkább talán egy áramvonalasítva lett. Ja, értem. Jó. Nagyon jó szó az áramvonalasítás, igen. Én is úgy éreztem, hogy hű adaptációja az animáció a képregénynek, mert azt az érzést és azt a szellemiséget viszi tovább, és nem hagy ki fontos történeteket, viszont nagyon jól megtalálja azt az arányt, hogy mennyit kell megmutatni egy-egy sztoriból, ahhoz, hogy egy filmen is működő mondjuk csattanóra kihegyezett ilyen gyerekkori sztori legyen belőle, vagy egy melodramatikus elem, és nagyon jól megérezték ezt az arányt, úgyhogy amikor így összeszokták hasonlítani a könyvet, meg a
mondjuk az elkészült filmet, vagy animációt, akkor sokszor ugye hiányérzete van az embereknek, de szerintem az, hogy most nincs hiányérzetünk, annak az is lett az egyik oka, hogy Satrapi nagyon aktívan részt vett az animáció elkészítésében is, és kézben tartotta a dolgokat, hogy, hogy megmaradjon ez a hűség az eredeti üzenethez. Igen. Igen, ezen is gondolkodtam, hogy a filmre való adaptáció során a rendezői feladatok vagy hogyan oszlottak meg, hiszen azért tényleg az animáció, vagy hát pontosabban a rajz stílusa is egy az egyben át lett ültetve a film világába. Ennek esetleg utána jártatok, hogy hogyan dolgoztak a rendezők együtt? Hát én amit tudok, az, hogy a Marjan Satrapi tényleg nagyon-nagyon aktívan részt vett a film elkészítésében, tehát hogy nem csak ilyen nem tudom, tisztelgésből lett társrendező, hanem olyan szinten vett részt, hogy egyrészt az összes olyan döntésben, hogy milyen animációs formátumot használjanak, hogy amikor eldöntötték, hogy 2D-ben és rendesen kézzel, vagyis hát tollal rajzolják meg a képkockákat, tehát hogy nem digitális eszközökkel dolgoznak, ez is egy nagy mértékben az ő döntése volt, sőt eleve az, hogy animációs filmet készítsenek belőle, és ne élő szereplőset, mert hogy az is felmerült még így lehetőségként még nagyon az adaptálási folyamatnak a legelején, de hogy azt érezte, hogy akkor túlságosan így a történetnek az exotikuma domborodna ki, és vagy esetleg nagyon ilyen didaktikus lenne a film, és hogy az animációt azt mégis a sokkal közelebbinek érezte ahhoz, hogy megtartsa az alapműnek a hangulatát. De hogy aztán később a rendesen animált is, tehát hogy ő rajzolta rengeteg képkockáját a filmnek, sőt ahhoz, hogy az animátor csapat az kapjon egy fogódzót, ő eljátszotta nekik gyakorlatilag az összes jelenetet, tehát hogy volt egy ilyen előkészítési folyamat, ahol ő maga személyesen eljátszott különböző jeleneteket, és aztán az egy ilyen templateként, vagy egy ilyen alapként, palettaként szolgált az animátoroknak. Szóval, hogy ő ténylegesen így, szerintem a legelejétől a legvégig nagyon aktívan dolgozott azon, hogy hogyan mentse át a képregényt a filmvilágába. Említetted, hogy a stílust is megtartották, és hogy ebben Satrapinak is köze volt, és hogy szerintem az egyik ok, ami miatt nagyon jól működik ez az animációs film, meg a képregény is, ez pont a rajz stílus, ez az álnaív, nagyon lapos, nagyon kontrasztos, gyerekrajzra hasonlító vizuális világ, ami ilyen leegyszerűsítőnek tűnik, és így nem kell gondolkozni, úgymond a nüanszain a vizuális világnak, mert annyira bonyolult a politikai szintén, amit felvázol, hogy ez az egyszerűség, ami így kifejezi, ez az egyszerűség maga a vizualitásában is kifejezi azt, hogy itt egy gyerekről van szó, aki figyel, aki nem érti, hogy mi történik, akinek magyaráznak, aki egyre több mindent tapasztal, és hogy én el sem tudom képzelni, hogy mondjuk hirtelen úgy döntenek, hogy egy más vizuális világgal vinnék színre ugyanezt a sztorit, mert az ütős jellegéhez hozzátartozik ez a sokszor leegyszerűsítő gyereki rész, és azt hiszem pont az egyik kedvenc képem a képregényben, amikor elképzeli a kínzást, az nincs benne a filmben, de lehet, hogy benne van. Szóval az is nagyon érdekes, hogy a képregénynek bizonyos részeit így tudom kívülről, hogy az agyam így fel tudja idézni, hogy hol van egy panel, vagy mi van egy panelen, mert hogy annyira meghatározó volt tényleg számomra, korán találkoztam vele, és többször tanítottam is, és van egy olyan panel, ahol elképzeli a kisgyerek, hogy milyen a kínzás, hogy földarabolnak valakit, mert hallja, hogy a felnőttek beszélgetnek, meg ez szól a rádióból, meg ez van körülötte, és akkor ilyen üreges embernek képzeli el azt, akit kínoznak és földarabolnak, és hogy ez igazából még borzasztóbb, mint hogyha rendesen el tudnál képzelni, hogy milyen egy ember, hogy így egyszerre, szóval, hogy nagyon tetszik nekem ez a naív világ, ezzel a borzalmas tapasztalattal, és az animációs változata meg ráadásul beviszi azt, hogy
megmozdulnak ezek a képek, hogy dinamikája van, és sokszor szerintem a zene is nagyon jó, úgyhogy egy ilyen számomra mindig nagyon hatásos és elgondolkodtató élmény megnézni ezt a filmet. Igen, az biztos, hogy ez a dinamika, ez egy nagyon, ugye a dinamikus mozgás, ez egy nagyon fontos alkotó eleme a filmnek nálam, ugye én először néztem meg most a filmet, és aztán pedig a képregényt nagyjából átolvastam, vagy hát igazából csak úgy próbáltam ilyen kis fogodzókat találni benne, mondom, nem tudtam sajnos nagyon alaposan végigolvasni, de hogy az biztos, hogy a filmben az, hogy mondjuk például az a jelenet sor, amikor a főszereplőnek, a Marjannak a hát bácsikája, ez az Anush, aki egy ilyen fontos kulcsszereplő a filmnek az első felében, egy börtönből szabadult, és aztán utána ismét börtönbe kerülő, és végül ott életét vesztő férfi. Hogy amikor ő elmeséli az ő fiatal korának a történetét, illetve annak a történetét, hogy hogyan került először börtönbe, hogy akkor annak egy ilyen nagyon izgalmas, ilyen szinte népmesei ornamentikával felruházott ilyen montázsban bomlik ki a filmben, és hogy ott nem tudom, még a mezőnek a hullámai is ilyen nagyon stilizáltan vannak megrajzolva, és még azok is ilyen úgy mozognak, mint egy ilyen, nem tudom, mint hogyha ilyen bábjáték lenne, aminél egy oldalt így húzogatják ezeket a rajzolt hullámokat ilyen ezért dróton, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon érzékletesen, de mégis nagyon stilizálva vannak megrajzolva ezek a jelenetsorok, és hogy ahogy viszont végigmegy ez a szereplő ezeken a háttereken, vagy ezeken a kis tablókon, attól ilyen nagyon élő, meg nagyon dinamikus, meg nagyon tényleg ilyen olyan lesz ez a jelenetsor, mint ahogy egy kis gyereknek a képzelete szövi, vagy a képzeletében megelevenedik az, amit így ilyen esti meseként mesél neki ez az ember. Szóval, hogy ezek az ilyen montástechnikák, ezek egyszerű, de közben mégis nagyon ilyen tényleg képletes jelenetsorok, ezek szerintem piszok jól működnek a filmben, és ez az, amit mondjuk a képregény nem tud, hogy a képregény azt tudja, hogy a panelek között a mi képzeletünk egészíti ki a különböző mozgásokkal, és az szövi össze ezeket az állóképeket, és ezeket nagyon izgalmasan valósítja meg maga a film. Hát amit mind a kettő tud, mint médium, az, hogy nagyon absztrakt gondolatokat és érzéseket, mint például az, hogy a szabadságért küzdünk, vagy elnyomnak minket, vagy hát ez a két fő dilemmája igazából ennek a sztorinak, ahogy azokhoz tud társítani képeket, amelyeknek mondjuk semmi közük nincs, például, hogy mondjuk van rengeteg fűszál, amik egyszerre mozognak, akkor az már nagyon könnyen transformálható egy mondjuk egy ilyen militáns képé, vagy az egy formásítás szimbólumává, több ilyen kép is van, ahol mondjuk a lányok nagyon egyformák a kendőben, ahol sorban menetelnek a katonák, meg ilyesmi, és hogy na, ezek a képek mind egyébként a képregényben születnek meg, csak az animációban fognak megmozdulni, de hogy mind a két médium igazából attól ütős, és azért erősek a felnőtteknek szóló animációs filmek, mert ilyen nagyon elvont érzeteket nagyon konkrétan tudnak megjeleníteni azzal, hogy talál egy jó metaforát arra, hogy nem tudom, fenyegető veszély, ami egyformában akar minket gyalulni, és hogy az ilyeneket nagyon egyszerű egyébként, hát nagyon egyszerű, több óra gondolkodás után nagyon egyszerű lerajzolni, de megérteni, meg egyből értjük őket, mert valahogy olyan mélyre tudnak nyúlni ezek a képek, és hogy szerintem minden felnőtt animáció, ami jól működik, az valahogy így képes nagyon megfoghatóvá tenni ilyen metaforák útján, gondolatkapcsolások útján tök komoly kérdéseket. És például egy ilyen másik keleti, mondjuk az arab animáció, a libanoni keringő, ami meg ugye egy rajzolt dokumentumfilm, az is igazából sokszor úgy marketingelik, hogy ha bejött a Persepolis, akkor ez is tetszeni fog, mert hogy na, ilyen leegyszerűsítően működik a marketinges sztereotípiákra épít, de hogy az is egy olyan
nagyon komplex sztori, aminek ráadásul dokumentumfilm igényű rajzoltan, amiben most már egyre több van szerencsére, ami képes megmozgatni nem csak tényeket, hanem érzelmeket is, meg gondolatokat is nagyon egyszerű képekben. Ja, igen. Most eszembe jutott erről, volt pár évvel ezelőtt a nem tudom a magyar címe végül mi lett, de az angol címe a Flea volt, az a Danko produkciós, szintén animációs dokumentumfilm. Az is ilyen nagyon, nagyon kemény témákat, ugye egy Afganisztánból menekülő meleg férfinak a történetét mesélte el, és hogy... Ja, ja, most menekülés most... volt a címe. Menekülés. Ja, köszönöm szépen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez a médium, ez tényleg nagyon jól alkalmas arra, amit az Eszter elmondott. Igen, és a Persepolisnál is szerintem is tökre hatásos az, hogy amikor a fiatal lányokat mutatják, hogy gyakorlatilag mindegyikük ugyanúgy néz ki, és hogyha egy kicsit a fejfedőjüket azt így hátrébb mozdítják, akkor legalább a hajuk kilátszik, és abban egy picit így egyénítve lesznek, és akkor ugye még azt is parancsba kapják, hogy még ennyi se látszódhat ki nyilvánosan. De ugyanígy az, hogy mondjuk a hatóságnak az emberei szinte mindegyikük pontosan ugyanúgy néz ki, magas, sötét hajú, szakállas. Tehát, hogy így amikor jönnek mondjuk rajta ütni egy-egy házi bulin, vagy így az utcán megállítják a főszereplőt, akkor így nagyon-nagyon hasonlóan néznek ki, és akkor ez az egyénítés is, vagy ez az ilyen homogenizáció is tényleg azt tudja szolgálni, hogy egy ilyen nagy massza, egy ilyen leküzdhetetlen vagy legyőzhetetlen masszaként tűnik fel az a patriarchális társadalom, amibe bele szorul a főszereplő. És aztán ehhez képest meg mondjuk, amikor erről majd beszélhetünk erről a részről részletesebben is, hogy erről a szakaszról, hogy amikor meg Bécsbe költözik, hogy ott mennyire különbözőek az emberek, de hogy ott is hogyan dolgozik az animáció azon, hogy így érzékeltesse mondjuk a különbséget a régi és az új világ között, amiben belecsöppent. Ez mindenképpen jó téma. Kicsit beszéltünk akkor a filmnek a cselekményéről, és akkor kezdjük is el szerintem az első szakasszal az irányban játszódó fiatal koráról a lánynak. Hát a történelmi kontextus az, hogy a film legelején még egy, nem tudom, hogy mondjam, egy demokratikusabb, liberálisabb irányt látunk, amely hamarosan keresztül megy az iszlám fordulaton. Khomeini ajatollah vezetésével történt ugye meg ez a váltás, és a film legelején még a nők nem hordanak csadort és hasonlót, és aztán a fordulom győzelmével bekövetkezik ez a változás, ami ugye ma is érvényben van Iránban. És ebben a korszakban még 10 éves sincs, azt hiszem, a Marjan. És akkor ez, amit mondott az Eszter is, hogy itt van az a szakasz, ahol a szüleinek a beszélgetéseiből, meg a háttérben a hangos rádióból szedi össze ilyen félinformációkból az igazságot, és a saját értelmezését, a saját világlátásában leszűrve próbálja feldolgozni a hallottakat. Aztán igen hamar kitör a háború Irak és Irán között, ami a 80-as években zajlott, annak az ürügyén, hogy az irakiak megérezték az iráni rezsimnek a meggyengülését, és úgy gondolták, hogy itt a megfelelő alkalom arra, hogy teret hódítsanak az országban. Ezeket egyébként úgy mutatja be a mű, hogy nem kendőzi el azt sem, hogy az iráni forradalom is úgy zajlott le, hogy azért itt nyugati nagyhatalmak az olajhoz fűződő érdeküktől vezérelve befolyásolták itt a dolgokat. Szóval ez kifejezetten tetszett nekem, hogy itt egy ilyen nem tudom, külpolitikai kitekintés is van a filmben. De alapvetően mindig a lánynak a szemszögén keresztül látjuk meg a dolgokat. Igen, általában az olyan, hogy kapunk valamilyen minimális ilyen történelmi hátteret, vagy áttekintést, aztán
a kislánynak a nézőpontját, és utána valamelyik családtag pedig mesél arról, hogy mi történt valójában, vagy mi történik a háttérben, amire a lánynak nincs tudomása, mert a film elején még ugye az iráni sah uralkodik, és akkor őt élteti a főszereplő kislány, és akkor mert hogy ugye őt maga Isten nevezte ki, Isten, akivel néha beszélget így képzeletében a Marsan, és akkor elmagyarázzák neki otthon, hogy valójában a sah hogyan került hatalomra, akkor, és ez is tök jó, hogy ilyen gyerek gondolkodásmódban akkor ilyen szöges ellentétévé válik, hogy akkor otthon fölalá masírozik ilyen kendővel a fején, és azt skandálja, hogy le a sahhal, tehát hogy mindig valamennyit észlel abból, ami történik, és főleg az alapján, amit a szülei mesélnek, vagy az Anus bácsi, amit aztán így a képzeletével megpróbál kiegészíteni, és aztán ezeket mondjuk a barátaival hogyan próbálja újra játszani, mondjuk a nem is játszótéren, de hogy van egy jelenet a filmben, amikor elkezdenek üldözni egy másik gyereket, és akkor ilyen forradalmasat játszanak, tehát hogy amennyit észlel a körülötte lévő világból, azt mindig a saját életébe illeszti be, és ennek a kettőnek az ilyen párbeszéde az, főleg a filmnek ebben a szakaszában, amikor még így nem annyira tudatosan szemléli ezeket az eseményeket, mint mondjuk már kamaszkorában, ez szerintem ezzel nagyon jól játszik végig a film. Igen, szerintem is ez az alsó nézőpont, ez nagyon jól működik. Egyrészt, hogy a gyerek mit észlel, ahogy te is mondtad, másrészt pedig ezt a sokféle nézőpontot és az információ sokféle forrását használja Satrapi arra, hogy gyakorlatilag edukáljon egy olyan nyugati közönséget, mint mi, uh-huh. akinek fogalma sincs az egészről. Igen. És hogy itt nem csak a gyerek tapasztalja a világot, hanem ez a gyerek az mi vagyunk, akik nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen volt a perzsa világ az iszlám forradalomban, és hogy úgy kell nekünk elmagyarázni a dolgokat, mint egy gyereknek. Mm-hmm. És hogy itt ezért is mondtam az elején, hogy a Satrapi Franciaországba készülési francia közönségnek mesél, mert ez egy fontos ilyen kulturális edukációs munka is, és nyilván, hogyha a saját közönségének csinálna a képregényt, amit nem lehet, tehát Iránban ezt a képregényt nem lehet kapni, de hogy ha a saját közönségének csinálna, akkor teljesen máshogy mutatná be ezt a forradalmat. Például most, ahogy így néztem, sokkal jövőre azon gondolkoztam, hogy ezek nagyon kis poénos mini jelenetek, pörgő mini jelenetek a filmben, amikor a gyerekek is háborúsot játszanak, a gyerekek is mártírosot játszanak, a gyerekek is kínzósat játszanak, és hát nyilván ezt csinálja a gyerek. Én is emlékszem, hogy a délszláv háború alatt háborúsot játszottam. De hogy ezek mindig poénra kiegyezettek, amiben a Margi pórul jár, amikor ő az agresszor. Uh-huh. És hogy annyira éreztem, hogy ez azért van így csinálva, hogy ne álljon föl a nyugati kényelmes néző, hanem ezek a kis poénok lekössék. Szóval, hogy nagyon sokat vállal ez a film, és szerintem sikerül is neki megcsinálnia ezt a sok vállalást, hogy úgy tanít bennünket, hogy érezni is tanít, meg azért valamennyit tartalmat is tanít, de nyilván törvénykönyvnek nem lehetne használni, mert ahhoz meg elég leegyszerűsítő. Ja, igen. Nem ez leegyszerűsítő, igen, de közben igen, tök jól használja fel azt a keretet, hogy egy kislánynak az értelmezésén keresztül kapjuk meg ezt, és mégis úgy, hogy közben nem leereszkedő, és nem úgy beszél a nyugati nézőhöz, hogy most kioktatja. Nagyon igen, is. Igen, abszolút, igen. Lehet, hogy ezt rossz hangsúlyon mondtam, de... Nem, persze, csak ezt hozzá kell tennem szerintem, hogy igen. Így, hogy ettől igazán mesteri ez a történetmesélés. Itt egyébként ennek a filmnek ebben a szakaszában az animációval is, vagy hát a rajzstílussal is ügyesen játszik a Satrapi, az ugye szintén csak a képregényből jövő dolog, mert amikor az édesapja mesél neki a történelmi kontextusról, meg a történelmi hátteréről a dolgoknak, akkor az ilyen flashbackeket, vagy ilyen történelmi kitekintéseket néha más-más, kicsit más animációs, más rajzstílusban látjuk, hogy ez is egy érdekes
eszköz szerintem, amit bevet Satrapi, hogy van egy ilyen sokkal laposabb, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, sokkal inkább illusztráció jellegű, gyors képek váltakozásából álló stílusa itt a történetnek. Igen, valahol azt hiszem árnyjátéknak nevezték ezeket a történelmi ilyen kis etüdöket, és tényleg olyankor nagyon gyakran csak sziluettekkel játszik, amikor ezeket a sorsfordító történelmi eseményeket beszéli el, és amikor nem valamelyik családtagnak a szemszögén keresztül beszél róla, hanem az általános történelmi, nagy történelmi folyamatokat ábrázolja, akkor az sokszor ilyen árnyátékos formába történik. Jó, nem is tudom, az első szakaszsal kapcsolatban mi az, amit még mindenképpen ki kéne emelni. Igazából már említettük, de hogy nagyon jól működött nekem, hogy ilyen epizódikus a film, és nem éreztem azt, hogy így jó, akkor most törés van, új epizód, meg hogy ilyen, nem tudom, gyorsan ugrálnánk egyik pontról a másikra, hanem ilyen nagyon természetes volt az, hogy ezek hogyan fűződnek össze, és aztán utána láttam, hogy a képregényben ténylegesen olyan epizódikus, hogy mindegyiknek van egy ilyen külön kis címe, vagy hát alcíme ezeknek a kis epizódoknak, és ezt is szerintem tök ügyesen oldották meg a filmben, hogy ne érződjön ilyen nagyon töredezetnek vagy darabosnak, tehát hogy felépüljön belőle az a folyamat, ami mondjuk oda vezet addig a pontig, amikor a Marjanit elküldik a szülei Bécsbe, de hogy ezekből az életképekből tényleg egy ilyen teljes élet kirajzolódjon, és egy nagyon sok ilyen hétköznapi kis történet, és az, hogy ezekben a hétköznapokban hogyan furakodik be a politika, vagy az elnyomásnak a rendszere. Pontosan ezt akartam én is mondani, hogy nagyon jól érződik az, hogy ez semmi különös. Tehát, hogy ez a sok dráma, sok tragédia, ez egy kedd. És hogy nagyon jól átadja a dolognak a hétköznapiságát az animációs film szerintem, és a különös kegyetlenségét is egyszerre, és hogy így tényleg azt érezhetjük, hogy fölnő a Marzsi, mert azért pár év eltelik, és az összes kedjét látjuk, csak mindegyik borzalmas, de hogy mindegyiknek van egy monotóniája is, mert hogy így daráljuk ezeket a kis sztorikat, és ahogy nő, és ahogy egyre nagyobb lesz a szája kamaszként, úgy lesz egyre nagyobb a tétje azoknak az ellenálló gesztusoknak, amiket az elején még csak poénra vettünk, hogy nem tudom, szemetet akarnak etetni valakivel, akit kineveznek gonosznak, és aztán amikor már majdnem kirúgják az iskolából, meg nagyon sok konfliktusa van a hatalommal, akkor ugyanaz történik, csak a tétje változik meg, és szeretem azt is az animációs filmben egyébként, hogy egy ilyen keretes szerkezete van, hogy a végével indít, hogy ül a felnőtt Marzsi a reptéren, és visszagondol az életére, és így egy ilyen rendezetlen emlékfoszlány halt ez az egész film, ami nincs benne a képregényben, ott a kiskorával indít, és aztán a nagykorával fejeződik be, de hogy tetszik nekem ez, hogy többször visszatérünk erre a szituációra, hogy ott van egy reptéren, ahonnan bármerre lehet menni, lehet hazamenni Iránba, lehet menni Párizsba, lehet menni máshová, és ugye arról is szól a film, főleg a második felében, hogy egyre inkább elveszíti az otthonát, mert majd meg elmeséljük, hogy Bécs sem lesz az ideális helyszín számára, és akkor itt van ezen a nem létező helyen, ami egy reptér, ahol mindenki átutazik, kivéve Tom Hanks-t, és ott érzi magát, hogy sehol sincs otthona, és szerintem ennek egy nagyon jó ilyen horgonypontja a reptér, ami így sokszor visszatér. Talán a közepén is valahogy visszatér, amikor... Így van, igen. Ezt fejezi ki számomra is, hogy igazából lehet, hogy kivándorol, de nem érzi magát sehol valójában otthon. Igen, és én nagyon szerettem a filmnek ezt a szakaszát is, hogy azért izgalmas, hogy nem csak ez a nem csak az, hogy Iránban mi történt, nem csak az a része edukációs is, meg így izgalmas, hanem az is, hogy egyébként az ilyen expatek, azok, akik főleg akik mondjuk kényszerből kiköltöznek egy másik országba, de egyébként bármiféle
kivándorlásnál is ez egy ilyen nagyon, nagyon fontos kérdés, hogy az identitásnak a megőrzése vagy változása, hogy adaptálódni, vagy esetleg asszimilálódni az új környezetbe, ez lehetséges-e egyáltalán, mit hozunk az új országunkba magunkkal az otthontól, mi az, amit meg tudunk őrizni, mi az, amit nem, hogy ezeket a kérdéseket is nagyon hangsúlyosan tárgyalja, hát a filmnek a második fele az nagy részt erről szól, hogy ezt a csomagot, amit otthonról kap Marjani, a jóval és a rosszal és mindennel együtt, hogy ezt ő hogyan tudja ilyen podgyászként magával vinni, és aztán mi az, amit beépít a saját identitásába, és hogyan próbálja néha tagadni, néha pedig büszkén vállalni. Szóval, hogy ez mondom, nyilván minden külföldre szakadt embernél ez egy nagyon ilyen neuralgikus pont, vagy az egyik legfontosabb kérdés tud lenni, de hogy itt meg, amikor ráadásul egy ilyen terhelt sorsból érkezik, vagy hát egy olyan országból, ahol van, nem önszándából utazott el, és ami egy sokkal, sokkal nehezebb környezetből érkezik Európába, így még erőteljesebb kérdéssé válik, és nagyon érdekes azt végigfigyelni, hogy ő hogyan marad magára ebben a közegben, és igen, hogy az, hogy egyesek számára ő egy egzotikus valaki, aki csak azért érdekes, mert hogy Iránból érkezett, és akkor amit így Európában nézünk ilyen forradalmi hevülettel, hogy hú, ott mi történik, akkor most itt van valaki, aki ezt átélte, és akkor ő csak egy ilyen szimbólum lesz sokak számára, vagy akár egy ilyen furcsa, megismeretetlen, idegen valaki, és hogy szóval ez a kapcsolódás, vagy kapcsolódási képtelenség így a bécsi emberekkel, azt szerintem talán az egyik legizgalmasabb része a filmnek, még úgy is, hogy már addig is nagyon izgalmas volt mindaz, amit az iráni hétköznapokról állított. Én még tudtam volna beszélni az első feléről. Akkor mondjad! Okay, nem akartam beléd szólítani, csak annyira izgi a második fele, hogy már én mindenről is beszélnék. De beszéljünk arra. Nem, nyugodtan mesélj még, hogy benned még mi maradt az első feléről, nem akarlak. Az első felében megismerjük a családjának a tagjait, és szerintem ők is baromi izgalmas figurák, mert a Margie egy olyan családban nő fel, amely azért tájékozott, haladó, és hát viszonylag ilyen felső középosztályba tenném őket. Továbbá azt is mondja egy interjúban a Marjan Satrapi, hogy az a része Iránnak, ahol ő felnőtt, ott a nőknek is dolgozniuk kellett a földön, mint tudom, rengeteg munkájuk volt, és egymással is rengeteget beszélgettek, amikor egymás mellett dolgoztak a földön az asszonyok, és ezért ki is alakult egy ilyen megbecsülésük a nőknek, meg egymással, az egymással való kapcsolatok is, mivel erős volt, ezért felhatalmazva voltak, vagy mondjam, ez az empowered, tudod, hogy az angolban így mondja az interjúban a nő, de hogy lényeg, hogy nem voltak másodrendűként kezelve, ez még a forradalom előtti időszak, és ebből jön ő, ebből a családi háttérből jön ő. És ez onnan tök szépen megint is vonul a filmen, hogy milyen útmutatót kap, meg milyen útravalót kap, főleg a nagymamájától, aki szerintem így a morális iránytője, vagy nem tudom, mérleg ennek a filmnek. És a filmen is nagyon szépen látszik ez az epizódikus mi voltából adódóan, hogy a kislánya ahogyan az iszlám törvények megérkeznek az életükbe, az őt hogyan változtatja meg, és először tök bizarr az egész csador számára, aztán az egyik később jelenetben, mert már teljes természetességgel viseli, de szerintem egyik vágásról a másikra, és nagyon, nagyon gyorsan változnak meg ezek a dolgok az életükben, ezt te is mondtad, Eszter, és ebben az a döbbenetes igazából, hogy ez tényleg iszonyatosan gyorsan zajlott, lehet ez ilyen, tényleg egyik napról a másikra változtak meg a körülmények, meg a törvények az életükben, és hogy ez a fajta ilyen radikalizálódás, meg konzervativizálódás, ez most is megfigyelhető a világban, számos országban, köztük Magyarországon is, hogy így egyre megy a szembenállás a progresszív értékekkel szemben, és
és a egy regresszióba kerülünk, de hogy nálunk, egy nyugati világban, ahol, vagy hát nyugati, nem, szóval ahol mi élünk, ez egy ilyen nagyon lassú folyamat, és néha évtizedeket vesz igénybe. És itt Iránban meg ez olyan gyorsan és ilyen szempillantás alatt zajlott le, és mégis milyen természetesen adaptálódnak hozzá, ez szerintem is egészen döbbenetes a tanulsága az első felének ennek a filmnek. Hát mert élni kell benne. Szóval igen, van az a rész, amikor az anyukájának beszólnak az animációs filmben, hogy rosszul áll a kendője, és ami egészen durvák, igen, mond neki hogy hívják ezeket? A rendfenntartó erő, ja, az iszlamista forradalmár, ennek van egy neve, de most túl fáradt vagyok hozzá, hogy az olyanokat, mint te, a falhoz kell állítani, meg kell baszni, és le kell lőni. És hogy ez a képregényben, ez egy hosszabb rész, és hogy ott az anyuka dacból nem akar kendőt viselni, és utána napokig depressziós lesz, mert nem csak a saját, nyilván a saját sorsa is kétségbejti, de az, hogy a társadalom 50%-ával most az fog történni, hogy bármikor kivégezhető és megkínozható elemek, nem is emberek lesznek, és hogy szerintem ez a depresszió, pont ami miatt, hogy a képregényben több idő van, így jobban érződik a képregényben, de a film is szerintem nagyon depresszív, mert tényleg az, hogyha nem adaptálódnak, akkor lelövik őket, meg elhurcolják őket, meg mindenkinek van olyan rokona, szomszédja, barátja, akit elvittek. Szóval, hogy így megtapasztalják, hogy nem lehet ellenállni, és ezért zajlik olyan gyorsan ez a változás, mert nagyon brutálisak a retorziók. Szóval, hogy nem azért, mert hogy belátják, hogy áll, de jó nekünk ez, hanem persze. Ja, mert valahogy élni kell, persze, igen. Az erkölcs rendészet, amire gondolsz, azt igen, hiszem. Igen, köszönöm, hogy megtaláltad ezt a szót. És azt hiszem, hogy azt a tavalyi év végén, tudjátok, most volt talán még zajlik is ez a tüntetés sorozat Iránban, nagyon, uh-huh, nagyon aktuális emiatt a film egyébként, és akkor év végén felfüggesztette Irán ezt az erkölcs rendészetet, de szerintem ez csak egy ilyen politikai manőver volt, valójában nem történt semmiféle változás ebből a dologból, legfeljebben szervezték a valódi rendőrség alá, nem tudom. Egyébként ennek a nőkért, életért, szabadságért mozgalomnak, tüntetés hullámnak is van egy nagyon izgi Insta account, hogy hívják ezt magyarul, profilja, ahol mind animációkat raknak, ilyen rövid animációkat, most már szerintem kevesebbet, mert nagyon sok a retorzió, meg biztos ti is látjátok a hírekben, igen, azokat, hogy nem tudom, a lányiskolákban fejfájásosak lesznek a gyerekek, mert valamilyen beavatkozás történik, és ja, vagy gáz valószínűleg, vagy méreg, igen, és szóval, hogy az animációt is használják maguk az irániak arra, hogy ezt a forradalmat az online térben megjelenítsék. Igen. Még egy tök érdekes momentuma volt számomra a filmnek, amikor beülnek a moziba az öregasszonnyal, és a Godzillát nézik meg, egy ilyen, ki tudja, mikor basz egy japán Godzilla filmet, vagy ilyen szörnyes filmet legalábbis, és de elsőre az volt az ötletem, hogy ez egy ilyen így jöttem film tulajdonképpen, és hogy minden így jöttem filmbe kötelező beülni a moziba egy jelenetre a főszereplőnek, hogy meglássa a mozi varázsát, de itt nem ez a lényeg, hiszen eleve nem is filmesnek készültem mázsán. Uh-huh. Itt arról szól ez a jelenet, hogy van egy beszélgetés ott a két néző közt, mázsán meg a nagymamája közt, vagy a anyukája közt, már nem emlékszem. Nagymamája szerintem. Nagymamája. Hogy amikor egyik ilyen áldozat sikoltozva áll az utcán, és akkor rálép a Godzilla és eltapossa. Akkor ez a beszélgetés hangzik el a két néző közt, hogy miért áll, most nem poszolszanit idézem, hogy miért áll ott csak úgy, és miért nem megy el, hát el fogja taposni. És hát ez igazából elmondja azt, ami velük történik a filmnek a szereplőivel. És hogy nem igazán tudja megindokolni senki, miért nem hagyják el az országukat. De tudják jól, hogy ha ott maradnak, akkor őket is el fogják taposni. Magáról a Persepolis címről akartam egy gyors mondatot még, hogy azt is helyezzük azért így kontextusban a hallgatók számára. Persepolis az egy perzsa város, szó szerint is ezt jelenti a városnak a neve. Még az ókorban állt ez a
a város, most már romok formájában látogatható. Az, hogy a ógörög nevével maradt fenn ez a hely, ez szerintem így sugallja is, hogy ez lett a filmnek a címe egyben, hogy nem csak azt fejezi ki, hogy irányban játszódik a történet, hanem azt is, hogy az ógörög kultúrán keresztül az ókori demokrácia, a nyugati civilizáció alapja igazából az ógörög kultúra, és hogy ennek a nevét viseli a film, ezzel is így egy ilyen hidat képez a megcélzott nézőközönség, meg az iráni kultúra közt szerintem ezzel. Ja, egyébként a Persepolis városát a síita forradalom után, tehát a Khomeini ajatollah vezette forradalom után majdnem eldózerolták, majdnem elbontották, mert akkor még az volt a kulturális irányzat, hogy a perzsa múlt az a barbár múlt, a tudatlanságnak az ideje, tehát az iszlámra való átérés előtti időszak az egy ilyen kínos időszak a perzsa történelemnek, és el akarták törölni az identitásukból ezt a múltat. Szerencsére megmaradtak ezek a romok végül egy ilyen kulturális váltásnak hatására, úgyhogy ez ma tulajdonképpen egy ilyen turista látványosság is Persepolisnak a helye. Ezzel csak egyet akartam. Egyébként meg egy utal el a városnak az egykor ilyen sok nemzetiségű ilyen tehát ez egy nagy ilyen olvasztó tégely volt, vagy egy ilyen utazási központ, és akkor ez is utal arra, hogy itt a film mit akar ezzel megragadni. Szerintem is fontos a címről beszélni, mert azokon túl, amiket elmondtál, még szerintem azt is kifejezi, hogy mennyire része volt mindig is az iráni kultúra egy ilyen globális kulturális és kereskedelmi áramlásnak. Szóval, hogy így a görög nevével maradt fenn, ahogy te is mondtad, de hogy ez az egész mediterráneum meg a közel-kelet egy ilyen sokkal intenzívebb kereskedelmi kapcsolatban állt mindig is egymással, mint ahogy arra mi már most emlékszünk. És aztán később a reneszánszban, tehát a festékek, meg egy csomó minden innen jön, vagy a perzsa szőnyeg, vagy amit, ja. Nem tudom, amit megnézünk egy németalföldi festő, ugye, most bocsánat, hogy egy németalföldi szobabelső, ahol így csodáljuk a perspektívát, meg a részleteket, de hogy ott iráni tárgyakat halmoznak egymásra, mert hogy nagyon aktív kereskedelmi útvonalak voltak Európa és Irán között, és hogy ezek az aktív utak és kulturális hatások záródnak el az iszlámi forradalommal. Tehát, hogy itt említettük azt, hogy van ez a enyhe dekolonialista kritika az animációs filmben is, hogy az olaj, igen. De hogy és igen, tehát hogy a kolonizáló hatalmak olajért folytatott nem tudom, hatalmi harcán túl van egy ilyen kulturális szín alapú, textil alapú, mintázat alapú kölcsönhatás is, ami egyébként szintén megjelenik az animációs filmben is, és a képregényben is, és megjelenik a mi európai festészeti örökségünkben, és hogy ezért szerintem fájdalmas az a cím, hogy Persepolis, mert egy izolációs folyamatot látunk, ami több ezer éves kölcsönhatásnak az elvágása. Ja. Még egy dologról akartam beszélni a film első szakaszával kapcsolatban, és erről szerintem aztán jól lehet kötni a másodikra, hogy vannak azért így számunkra is megélhető, vagy jobban azonosulható pillanatai, amelyek köthetők számunkra a vasfüggöny mögötti léthez, hiszen itt is megy ez a utcán ilyen ballonkabátból, ez egy csereberélt lemezvására Michael Jacksonnal, meg az Abbával, meg a Bee Gees-zel. És ezek is így szerintem nagyon hasonlók ahhoz, ami nálunk valósult meg a rendszerváltás előtt. Illetve volt egy olyan jelenet a filmnek, ami szintén nagyon tetszett, még a kislány emlékszik erre vissza, és tetszik ebben is a szubjektív perspektíva, hogy az utcán megy, és két idős asszony teremti le, hogy rosszul viseli a csadorját. Nem is, mert a jacket hold, egy farmer jacket hold, amire az van ráírva, hogy punk is not dead, D-E-D. És a két
csadoros asszonynak az ábrázolása nagyon tetszik, hogy így karok nélkül vannak megrajzolva, és ilyen furcsán izegnek, mozognak, mint két nagy kígyó. És ezzel így tök jó ki is fejezi szerintem a rajz stíluson keresztül a film, hogy egyrészt milyen élmény volt egy kislány számára, hogy két ilyen idős szipírtyó leteremti őt az éjszak, vagy a nappal az utcán a utakelős közepén, és hogy ez a csador viselet, ez nem csak a nőiességüket veszik el a nőknek, hanem dehumanizál gyakorlatilag. Tehát attól, hogy ilyen kígyószerűként ábrázolja őket, ezzel azt éri el, hogy a csador hatására ilyen furcsa, bizarr élőlényként jelennek meg ezek a nők. A Girl Walks Home Alone at Night ugrott be róla, amelyben ez tudatosan van használva, mint eszköz. A csadoros nő hogyan vonul végig az utcán, és úgy néz ki, mint egy ilyen, mint hát ugye vámpírt játszik benne a főszereplő, és hogy ott is van egy ilyen dehumanizáló hatása ennek a csadornak. Na jó, hát ezen a vasfüggönyös dolgon keresztül átugorhatunk szerintem arra részre, amikor Bécsbe vándorol ki a kislány tanulni, mert pont egy hasonló. Egészen más világgal találkozik, ami azért mégiscsak jóval progresszívabb, mint Irán. És hát nagyon tetszett, hogy mennyi olyan élménnyel gazdagodik, ami számunkra is kézzelfogható itt Magyarországról, Ausztria szomszédságából. És azért is jó, hogy így pont a kazetták után beszélünk erről, mert a kis kamasz 12 éves Marzsi számára a nyugat az elsősorban zene, szerintem, meg egy vizuális kultúra, mert van Jackie, meg Michael Jackson-os kitűzője, amikről azt próbálja hazudni, hogy ez Malcolm X, meg Nike cipője, meg poszterei, és ilyen nagyon jó zenéket is használ ezekben a részekben, azt hiszem a film. És aztán kiment nyugatra, ahol ezek elérhetőek lennének, és akkor így látja, hogy nem olyan. És az ilyen nihilista punk barátaival is azért tud összebarátkozni, mert ő már látott holttestet. Tehát, hogy egyáltalán nem is értik, hogy ő honnan jön, és valahogy így rossz neki, szóval, hogy az, hogy a zene ilyen fontos, meg a nyugati vizuális kultúra ilyen fontos volt korábban, így szinte még üresebbnek hat az, hogy számára, ami éveken keresztül történik, az, hogy hiába próbál beilleszkedni, mindenhol egy kicsit le kell adni a magából, így a nagymamájának ugye az az üzenete, hogy mindig legyen hű önmagához, ne felejts el, hogy kicsoda, és minden egyes interakcióban egy kicsit máshogy kell pózolnia, hogy jobban beilleszkedjen. És ez szerintem egy igen fájdalmas tapasztalat, amit nagyon meghatóan ad át a film. Igen, igen, az is az a része is, hogy ahogy egyre inkább azt érzi, hogy mindenkinek csak az a fontos vele kapcsolatban, hogy ő iráni, és hogy ez vagy ilyen negatív atrocitások érik emiatt, vagy egyszerűen csak ilyen nem negatív, de mégiscsak ilyen idegenként kezelik, vagy másként kezelik, és hogy az a többiek számára, ami érdekes benne, és hogy akkor emiatt kezdi el így eltitkolni, vagy már nem mondani azt, hogy ő Iránból jön, mert akkor tudja, hogy ugyanazok a kérdések lesznek, meg ugyanazok az interakciók, és hogy pont az, amiben ő otthon más volt, hogy ő otthon ezeket a nyugati dolgokat így ezek iránt rajongott, és ezek érdekelték. Most ugye kijön nyugatra, és akkor valóban ezek már ilyen másodrendű dolgok lesznek az ő személyiségével, vagy az ő érdeklődési körével kapcsolatban, hogy már az ottani punk barátait nem az fogja érdekelni, hogy te milyen zenéket szeretsz, hanem hogy Iránban mi a helyzet, és hogy ő mit tapasztalt meg mindebből, és hogy ráadásul annak is lesz egy ilyen betülete, amire aztán a film egy későbbi pontján így kifakad, hogy tényleg, ahogy Eszter mondta, ez a nihilista szemszög, hogy így hogy ugye semminek semmi értelme, és a történelem az tőlünk független, és akkor mi csak ilyen elefántcsontoronyból, ilyen sznobelitizmussal így vizsgálgatjuk, és vélemény mondunk róla, de igazából nekünk nem kell részt venni benne, és ugye ez az, amihez képest ugye keresem más
más élettapasztalattal érkezik ide, és amikor egyszer leteremti azt a haverját, hogy hát ő könnyen beszél, meg ő könnyen tartja el a kis ujját, és könnyen vonja ki magát ebből az egészből egy ilyen európai érdeklődőként, de hogy ő nem tud úgy beszélni arról, ami otthon, az otthonában zajlik, még hogyha sok-sok ezer kilométer választja is el az otthonától, ő nem tud úgy beszélni erről, hogy ez valami ilyen tárgyilagos, távoli dolog, hanem ez az ő otthona, és az ő családja, és az ő élete, és ez az a kontraszt, ami nagyon erős lesz, és ami miatt aztán végül haza is tér. Igen, nekem, mikor néztem a filmet, akkor egy pillanatra elfogadta az érzés, hogy itt mintha leülne a cselekmény, és kicsit kevésbé tetszett ez a rész, de aztán igazából csak oda kell figyelni, mert egy tök szép vádirat, ha ez egy kicsit túlzás is az kifejezés, de hogy egy tök szép vádirat erről a ilyen haladó kultúráknak az ignoranciájáról, és egy nagyon szép kontrasztot állít ezzel a Satrapi, az ő saját iráni gyerekkori élményeivel, hiszen itt nem tudom, hogy olyan emberekkel találkozik, akik, ez egy ilyen nemzetközi iskola, hova jár, és akkor a világ minden tájáról járnak diákok, és akkor arra panaszkodik, hogy jaj, hát Brazíliában olyan nehéz lesz hazamenni a nyári szünetben, 14 óra repülőút, és ez a legnagyobb baja az életben, meg a másik Monte Carlo-ra panaszkodik, hogy olyan milyen lesz hazamenni, Monte Carlo-ra. Tehát, és akkor ehhez képest ugye a Satrapi Iránba kell, hogy hazatérjem. Szóval ebben tök jó benne van szerintem az, amit mi is napi szinten megtapasztalunk, hogy nyilván nekünk is megvannak a saját bajaink Magyarországon, a megélhetéssel való napi szintű küzdelmünk, de ugyanakkor meg egy határa tőlünk konkrétan lelövik az embereket, meg nem is ez a legközelebb, amit így megtapasztalunk, így, hogy Ukrajnában háború dúl, de ha nem is lenne Ukrajnában háború, akkor is szerintem egy-két évvel ezelőtt mindannyian átmentünk azon az élményen, hogy mit tudom, a Szíriából érkező híreket egy-két hónap után már így jó, nem tudom, kicsit lustában görgettük át, mint amennyire aktívan előtte nézegettük, tehát azért itt így most is megvan ez a fajta ilyen, ha nem is dekadens hozzáállás, amit a film ábrázol, de hogy ez egy tipikus ilyen élmény szerintem, hogy nagyon nehéz sokszor távlatba helyezni a saját életünk problémáit azzal, ami világ más részein mennek keresztül emberek. És ez a film szerintem tök jó kidolgozza, és nem vádiratot fogalmaz meg Bécssel, meg a nyugati civilizációkkal szemben, hanem egyszerűen csak a Marzsánnak a saját szemszögén keresztül mutatja be ezt, hogy ő számára milyen, amikor nihilistákkal beszélget, akiknek ugye ezt is sokszor szeretem ismételni azt a kifejezést, jobb dolgukban nincs, hogy mondjam én, nincs mit csinálniuk, és akkor a nihilizmus az ilyen a dekadenciának egy tök jó ilyen önvédelmi eszköze, amikor már nincs, nem érzik igazán a világban zajló különféle problémák tétjét és a nihilizmus felé fordulnak. Ez nekem különösen tetszett, hogy ilyen barátokkal veszi magát körbe jobb híján, mert mások meg annyira kirekesztőek vele, vagy még csak szóba se állnak vele igazából. Ja igen, és egyébként szerintem azért is lehetett talán egy picit az érzésed, hogy itt nem tudom, úgy leül a, nem is ez, hogy leül a sztori, de hogy egy picit úgy megfeneklik, mert hogy itt igazából a Marzsánnak is egy ilyen megfeneklés története van, hiszen olyan mély depresszióba esik, hogy maga a film is úgymond elszürkül, vagy megszürkül, tehát hogy még van egy olyan szakasz, ahol még ilyen monokrómabbá válik a képi világ is, ahogy kiüresedik vagy sivárabb lesz az ő élete, és hogy a mentális állapotában is egy ilyen lejtmenet következik be, tehát hogy egyszerre nagyon vad és dinamikus ez a szakasz abban, ahogy mondjuk egyik otthontól a másikig pattog, és néha ez így képileg is kifejeződik, hogy így szinte táncolnak az épületek is, ahogy ő egyik helyről a másikra vándorol, de hogy közben van egy ilyen fokozatos kiüresedés, és egy ilyen mélypontra való eljutás, ahonnan aztán ki tud törni az Eye of the Tiger-nek köszönhetően. Szóval, hogy van szerintem alapból egy ilyen íve ennek a történet szakasznak.
Aha, igen, igen, igen. Nagyon tetszik, hogy a depresszióból tényleg egy popszám egy montázsral kijön. Ennyi. Igen. Volt itt egy tök jó kép, megint csak, hogy egy picit a vizuális stílusra is tegyek egy utalást, amiket tök jó, hogy mondtál arról, hogy kiszürkül a kép. Van egy pontja a filmnek, amikor ilyen bentlakásos egyházi iskolába, vagy hát kollégiumba költözik, és amikor nyílik az ajtó, akkor két apáca tornyosul felé az ajtóból. Na és azokat pont ugyanúgy ábrázolja a film, mint ezt a két iráni nőt, akik a csador miatt hurcolták őt meg. És nagyon tetszett ez a kis vizuális párhuzam az apácák meg az iráni nők közt. Igen, a képregényben ki is mondja, hogy úgy néz ki, hogy minden vallásban megvan a saját extrém fanatikus ág. Aha, főleg amikor kirúgják őt ilyen mondva csinált. Vagyis hát tehát a szülőknek hazudnak arról, hogy miért küldik el őt az intézményből, és ott is ilyen összeférhetetlenségi. Szóval nem lehetett könnyű kamasz a Margie, de nem is volt könnyű kamaszkora. Ugyanakkor nem is kapott túl sok empátiát ezektől a nővérektől, akiknél lakott. De hogy úgy kerül ki ugye először Bécsbe, ami szerintem egy megrázó szál, hogy a szülők egy barátjukhoz küldik biztonságba, igen, de a barátjuk azonnal egy héten belül lekoptatja a Margit, hogy itt ne lakjon, és hogy nem tudom, hogy azért, mert hogy ez nagyon kellemetlen volt számára, hogy itt van egy kiskamasz, vagy nagyon emlékeztette Iránra, vagy ők, az is a képregényben vannak ilyen részletek, hogy tehát ez a családi barát, aki Bécsben él, teljesen más, alacsonyabb státuszban tud csak megélni nyugaton. Amúgy ez egy visszatérő dilemma többször a történetben, hogy emigrálni kellene, de nem akarom, hogy taxisofőr legyek, nem, igen, akarom, hogy te takaríts, és hogy ez a család, aki ezt meglépte, az pont ugyanígy dekrosszált, és hogy lehet, hogy fájdalmas nekik, hogy a Margi nézi az ő dekrosszálásukat itt nyugaton, de hogy az is egy ilyen, milyen már, hogy mint szülő kiküldted a gyerekedet a látszólagos biztonságban, és akkor az, akiben eddig azt hitted, hogy megbízhatsz, elküldi a gyerekedet az ismeretlenbe, igen, a pácákhoz, ahol még közös nyelv sincsen. Szóval ez valami egészen megdöbbentő volt számomra. Igen. Igen. Ami még nekem nagyon tetszik ebben a szakaszban, ami szintén nagyon jó pofa vizuális megoldás, két ilyen eset is van, vagy két ilyen gag, amikor ilyen az emberi test ilyen egészen groteszk irányba változik meg. Az egyik, amikor a Marjan hirtelen elkezd nagyon kamaszodni. És ahogy azt ábrázolja, hogy így, ahogy így végigveszi, hogy ő hogyan érzékeli, hogy a teste hogyan változik, hogy nem tudom, háromszor akkora lesz a keze, meg a fej, nem tudom, kidüled az állkapcsolat. Szóval hogy ilyen nagyon drasztikusan éli meg a testének a változásait, és hogy ezt meg az animáció leköveti ilyen nagyon eltúlzott, nagyon karikaturisztikus módon, vagy ilyen parodisztikus módon, azt szerintem nagyon vicces jelenet sor, illetve később van egy másik ilyen, ami azt hiszem, hogy a képregényben így nem jelenik meg, amikor összejön egy sráccal, akit eleinte ilyen nagyon álomszerűnek lát, egy ilyen szőke európai sráccal, és akkor ő így tényleg egy ilyen angyali módon jelenik meg, és aztán a szakítás után meg, ahogy visszaemlékszik arra, hogy miután megcsalja a srác, hogy ja, hát igazából egy rózsaszín ködben élt, és valójában ez a srác ez sokkal bunkóbb, és sokkal szarabb arc volt, mint amilyennek képzelte, és akkor ezekben a visszaemlékezésekben már a fiúnak az arca is megváltozik, és ilyen kapafoga lesz, meg pattanásai nőnek, meg eltorzul az orra, tehát hogy ahogy így az emlékezete így egyrészt leszárul a rózsaszín köd, de másrészt meg így már a másik irányba, a skálának a másik oldalára torzítja el azt, hogy milyen volt, vagy hát így az animáció ezt az oldalát domborítja ki jobban, ezt az ellenszembes oldalát így a fizikai megjelenésével is, és szerintem mind a kettő ilyen kis poén, az nagyon, nagyon jó pofa volt. A zenéről sokat beszéltünk, hogy milyen jó kis szimbólum a nyugati világnak, de ebben a bécsi szakaszban tévét is néznek. Akkor felrögtem, hogy a Derricket nézik. Igen. Az nagyon vicces volt, igen. Szerintem a világon, egész világon van három ország, ahol ezt a bizonyos referenciát értették az emberek. És hogy így milyen vicces kontraszt, hogy tényleg a Michael Jackson Iron Maiden-t hallgat, és a legjobb, legmenőbb zenéket,
és a tévében a Derricket nézi, mert legpusztítóban unalmas nyugodt majmoló krimi sorozat. Jó. Akartok még itt a bécsi szakaszról beszélgetni? Azért érdekes számomra a bécsi szakasz, mert hogy itt ugye van több barátja a Marzsinak, akivel megpróbál kötődni, és van több barátja, mint pasija, akikkel megpróbál valamilyen kapcsolatot kiépíteni, és így azt is így most így hosszasan ecseteltük, hogy nagyon sokat foglalkozik a külsejével, és hogy ez mind igazából már felkészít bennünket arra a kontrasztra, ami majd akkor fog bekövetkezni, amikor hazatér Iránba egyetemre, mert a Bécsben majdnem meghal hajléktalanként tüdőgyulladásban, és haza menekül Iránba, és hogy ott már olyan szintre jut a forradalom, hogy tényleg a nők ilyen bebugyulált testtömegek, tehát semmi nem látszik belőlük, hogy teljesen megszűnik az individualitás, és a rendszer szabályozza a férfinő kapcsolatokat, és nem lehet az utcán közösen megjelenni, nem hogy kezet fogni, és hogy lesz egy komolyabb kapcsolata egy idő után Iránban is, és ezzel a sráccal is nem tudnak sehova sem menni, hanem a szobában kell ülni, szóval nagyon nagy szélsőségeket ábrázol, akár a nyugati szabadságnak a parodizálásában, akár ennek a depresszív, bezárt iráni jelennek a megjelenítésében. Igen. Sőt, itt az a szegmens is nagyon tetszett, amikor házibuliznak, mert hogy a házibuli meg pontosan nagyon olyan, mint Bécsben. Csak annyi, hogy teljes titoktartásban kell ezt csinálni, és hamar le is csap rájuk az erkölcsrendészet, és nem is lesz annak jó vége. Igen. Igen, illetve ennek egyel, tehát túlzás azt mondani, hogy humorosabb példája, mert ez se humoros, de hogy inkább azt mondom, hogy már teljesen abszurd példája, amikor az egyetemen rajzolni tanulnak, vagy ilyen rajz vagy festészet órájuk van, és akkor modellt áll nekik egy nő, de úgy áll modellt, hogy csak a, nem tudom, az arcának egy apró szelete látszik ki a teljes csador mögül, meg a viseletéből, és akkor ugye ebből is lesz egy ilyen botrány, vagy hát egy felháborodás, hogy hát hogy lehet így bármilyen, nem tudom, még csak nem is aktot, de bármit az emberi testről megtanulni, hogy hogyan kell lerajzolni, hogyha semmit nem láthatnak belőle. Tehát, hogy hogy a engedés a rendszer azt, hogy ilyesmit tanuljanak, de közben valójában teljesen lehetetlenné teszi, hogy ennek bármi értelme legyen. Ennek az egész patriarchális berendezkedésnek az abszurditását ezt azért ügyesen körbejárja a film. Ez tényleg csak a text szintjén jelenik meg, tehát az nem annyira egy ilyen, nem tudom, teljes vizuális médiumot kihasználó dolog, de például ott van az is, amikor egy rendesen egy ilyen előadás van, ahol elmondja az erkölcsi rendészet főnöke egy újabb szakállas sapkás alak, hogy mostantól akkor hogy kell öltözködni, és nem lehet trapéznadrágot viselni, és akkor ott meg a mágyi felszólal, hogy miért értelmetlen ez az egész, hiszen a férfiak megviselhetik a kihívó ruháikat, tehát az miért nem baj. De ezek itt tényleg, mondom, csak a szöveg. Tehát ez egy teljesen kimondott mondani valója a filmnek. Igen. És egyébként ez a hazatérés szakasz, ami egy újabb kiábrándulás, ugye, hogy több, ez a you can never go home again, vagy nem is tudom, hogy van ez a mondás, de hogy hazatérve se találja már otthon magát igazán. Igen, lehet, hogyha a rendszer nem olyan lenne, amilyen, akkor azért otthon jobban érezni magát, de hát ugye ebbe a rezsimbe tér haza. De hogy nagyon jó végig a filmnek a tempókezelése, tehát hogy ez tényleg ezt a másfél órát ezt nagyon, nagyon szépen kereken viszi végig. Talán egy egész picit ennél az utolsó szakasznál éreztem, hogy úgy szívesen néztem volna tovább is, vagy ott volt egy-egy olyan szakasz, főleg amikor talán nem csak, hogy pár talál magának, hanem még össze is házasodnak, és akkor van egy ilyen, ugye a házasságuknak a története az, ami nekem nagyon ilyen vázlatos maradt, vagy hát amiből inkább úgy fogalmazok, hogy még többet is néztem volna, hogy ez
hogy ez hogyan változik meg, és hogyan jut el oda, hogy már nem akar, nem is csak az, hogy nem akar vele együtt élni, hanem hogy nélküle akar kiköltözni már aztán Párizsba, vagy hát Franciaországba, tehát hogy nem akar együtt maradni a férjével. És valamennyire végül is erre is azt tudom mondani, hogy úgy az, hogy ez is csak egy rövid epizód az életében, ez egy ilyen elfogadható gondolat, tehát hogy azt mondom, hogy ez lehet egy érva mellett, hogy nem időzik el nagyon részletesen a film ez alatt a szakasz alatt, mert hogy ez összességében talán nem is annyira fontos a Margie életében, hogyha így visszatekintünk rá, tehát hogy ez is csak egy rövid fejezet, de talán így, nem tudom, nekem úgy érdekes lett volna ebben egy picit tovább időzni. A képregény se fektet erre sokkal nagyobb hangsúlyt, de ott is talán így egy néhány párbeszéddel, vagy néhány jelenettel többet áldoz rá, és lehet, hogy nekem itt egy picit talán hiányzott, de ez nem igazi hiányérzet, inkább csak, hogyha tényleg valamit kell mondanom, aminél szívesen időztem volna jobban, az talán ez a szakasz a filmnek itt a finálé előtt. Ja, egyetértek. Ezzel, de hát ezt kaptuk, úgyhogy. Igen. Ja, sajnos nem tudom, hol kell reklamálni. Igazából nem is tudom, hogy még itt az utolsó szakaszból, vagy az utolsó fejezetből még van-e, amit így jobban ki akarunk emelni, vagy az, hogy hogyan zárul le a film, az igazából tényleg egy ilyen szép kerek, ahogy már mondtad Eszter korábban, ez a keretes szerkezet, ahol még ugye színes is lesz a film egy pár jelenet erejéig, ugye a piros ruhában látjuk már Marjant, illetve van ez az utolsó snitt, amikor beül a taxiba, és akkor megkérdezik, hogy honnan jött, és akkor kimondja, hogy Irán, tehát ez is ugye a nagymamájával való korábbi vitájukra, vagy ilyen dilemmájukra egy ilyen határozott válasz a filmnek a végén. Szóval ez nagyon-nagyon szépen lekerekíti a film a Margie-nak a történetét. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e még, amiről szeretnétek beszélni. Ahogy már szerintem itt többen is mondtuk itt a beszélgetés során, hogy nagyon szépen játszik a motivumokkal, amelyek különböző kontextusokban jelennek meg, akár különböző kulturális kontextusban, akár elfelejtettem, mi a másik kontextus, amit mondani akartam. Szóval, hogy nagyon látszik, hogy ez egy tudatosan szerkesztett dolog, ahol mondjuk a nagymama mondatai, a képregényben a tükörnek a képe, hogy időnként tükörben néz a szereplő, és reflektál magára, vagy a repülőtér, mint helyszín, vagy, uh-huh. vagy az, hogy a család kikíséri a repülőtérre. Igen. Sétálás a városban, az is nagyon érdekes, hogy Bécsben hajléktalanként így tengődik, és aztán Iránban pedig teljesen depressziósként úgy érzi magát, mint hogy egy ilyen temetőben élne, hogy ezek a motivumok nagyon tudatosan vannak szerkesztve, és egy ilyen lezárt érzésünk van a film végén, mert annyira sok ez ilyen rím, uh-huh. de hogy ugyanakkor meg visszanyúlnék ahhoz, amit korábban mondtuk, hogy nagyon érződik az, hogy ez mégiscsak egy élet, és vannak benne hétköznapok, szóval, hogy van benne valami spontán is amellett, hogy mennyire szerkesztett, és mennyire össze van fogva, és szerintem az egy külön erény, hogy ez csak 90 perces lett, és nem nyújtották igen, tovább. Igen. Ja, tényleg közül most itt eszembe, hogy az a depressziós időszak, amikor még ilyen öngyilkossági kísérletet is elkövet, hogy az összekevertem, hogy az a hazatérése után történik. Igen, a depressziót azt a képregény nagyon sok eszköze, nagyon hatásosan tudja megközelíteni, ezekből egy sem hozzáférhető magyarul, de hogy tényleg valahogy a mentális állapotoknak és a mentális betegségeknek az ábrázolása, az egy ilyen ennek a témának a képregény valahogy nagyon jól tud teret adni, akár csak itt a Persepolisban is tapasztaljuk, mert hogy különböző érzéseket és ritmusokat lehet nagyon jól vizualizálni, és hogy az angol nyelvű graphic novel képregénykönyv kínálatban nagyon sok is egyébként az olyan képregény, ami vagy valakinek a mély repüléséről és felépüléséről, vagy visszaemlékezéséről, vagy ilyesmiről szól, és azért is érdekes egyébként számomra a Persepolis, mert hogy tényleg egy ilyen mentális egészségről szóló
szál is van benne a sok politikai meg háborús szál között. Szóval, hogy egy csomó ponton kapcsolódik azokhoz a képregényekhez, amik igazából utána jöttek, mert ugye, ahogy ezt már így mondtam, ez egy ilyen előfutár, a nagy képregénykönyv boom egyik első hírnöke, és aztán utána nagyon sok irányba fejlődik szét az önéletrajzi képregény, és az összes iránynak valahogy így a csírája megvan a Persepolisban. Péter, benned maradt még valami így a filmnek az utolsó szakaszával kapcsolatban? Itt válik a film teljes egészében coming of age történetét, tehát azt is elejük ki, hogy ezért azért részben van egy ilyen vonala is ennek a filmnek, hogy ez egy ilyen zsáner is igazából. És ebben is egyébként tök jó, hogy akár csak a depressziónak az ábrázolásában, ebben is van egy ilyen elős képregényes vonulat. Úgy értem, arra gondolok, hogy itt a Ghost World is egy coming of age képregény volt, amiről évek ezelőtt volt egy adásunk, és hogy ez is mennyire témájává vált a kamaszoknak per felnőtteknek szóló képregényeknek, és egy jó médium lett ennek a coming of age-nek az elmesélésére. Egyéb gondolat nem marad meg bennem, nem emlékszem, hogy akartam még mondani valamit itt ez az utolsó szakaszsal. Jól van. Még ami mondjuk így a pár adás elején még emlegettük a filmnek az utóéletével kapcsolatban, ugye jelölték Oscar-díjra a filmet, és ebben az évben ugye három Oscar jelölt film volt. Az animációs kategóriában igen. Volt még ez a Surf's Up című ilyen állatos animációs film, a Sony-nak az animációs filmje, most meg nem mondom, hogy ennek mi volt a magyar címe, és hát a Lecsó, a Ratatouille volt az, ami végül megnyerte az Oscar-díjat ebben az évben. A Pixar-tól. És hát Mahershala Satrapi filmes karrierje nem ért ezzel véget, bár nem nagyon nagy a filmográfiája, de azért készült azután még azt hiszem egy animációs filmje is, pont ugyanúgy a Vincent Perronnek a közreműködésével, emlékeim szerint, meg néhány élőszereplőshöz is közel van, mint rendező. Igen, azt hiszem, hogy igen, ő rendezte 2014-ben a The Voices című filmet, amiben a Ryan Reynolds így saját magával beszélget. Vagy hát ilyen egy skizofrén főszereplőt játszik, és akkor az ő ilyen meghasonlásáról szól a film. Most tökre emlékszem, amikor kijött ez a film, hogy az ilyen független filmes körökben ez úgy pörgött eléggé. És tökre nem kötöttem össze, hogy ugyanaz az alkotó áll mögötte. Hát ja, ez nagyon érdekes. Igen. Volt egy filmje a Marie Curie-ről 2019-ben. Hát nem túl sokat rendez, de azért néhány évente van egy-egy alkotása. Akkor megvetette a lábát a filmiparban is. És hát igen, a Persepolishoz nem egy, hogy mondjam, tehát azt nem tudta eddig felülmúlni a rendezői debütálását. Viszont ez a film meg aztán tényleg óriási sikernek, kritikai sikernek is örvendett, és hát meghatározó a animációs film területén is, meg az Iránról alkotott képünk területén is szerintem egy nagyon fontos alapkő. Jól van, akkor Eszter, nem tudom, hogy benned maradt-e még valami? Nem. Szuper. Jól van, akkor nagyon köszönjük, hogy eljöttél velünk beszélgetni a Persepolisról, a képregényről, meg a filmről is. Jaj, köszönöm, ez tök izgi beszélgetés lett. Nagyon örülök neki. És akkor itt az ide, hogy elköszönjünk a hallgatóinktól. Ilyenkor el szoktuk mondani az elérhetőségeinket, ami alatt azt értjük, hogyha lehet bennünket valamilyen közösségi médiában követni, akár azokat elmondhatod ezt el, illetve hát egyéb dolgok, amiket akarsz, nem tudom, hogy a hallgatóink figyelmét felhívjad rá, azokat nyugodtan mondd el, tehát lehet-e téged követni a neten valahol, akár mondhatod a podcastot is ismét. Most több projekten dolgozom, amik hála Istennek képregényhez köthetők, és nagyon hálás vagyok, hogy egyre több képregényes projekten dolgozhatom, és az Instagramon szoktam róluk írni. Most úgy néz ki, hogy lesz egy 2 éves EU-s képregényes projekt ilyen balkán országokkal, ami még sose volt, és például az Instán akarok itt arról is írni.
és az Insta címem az a Szép Eszter, de közte van kettő darab alsó vonal, mert túl sok embert hívnak Szép Eszternek, úgyhogy ez vagyok én. És a másik projekt, ami mostanában dolgozom, az a Képregényfesztivál, amely már a 18. Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál. Én csak pár éve viszem ezt, és idén egy nagyon jó csapattal szervezünk, egy öt napos, az is bőven elég, öt napos fesztivált, amely majd májusban lesz, és ez is minden létező felületen fönt van, és idén megpróbálunk zenészekkel együttműködni, és a zene és a képregény kapcsolatait keresni, szóval azt is nagyon várom, hogy az hogy sül majd el. Nem tudom, milyen más projektem van még, biztos, hogy még egy csomó minden. Keveset szoktam aludni. Jó, rendben. Rendben, figyelj, ha eszedbe jut még valami, akkor küld el e-mailben, és betesszük majd az adás jegyzeteibe. Továbbá az Instagramod linkjét is betesszük az adás jegyzeteibe, meg a Képregényfesztivált is, úgyhogy a kedves hallgatóim meg fogják ezeket találni. Köszönöm. És akkor András, te is mondd el nekünk, hogy téged hol lehet olvasni a neten. Hát most leginkább a Twitteren, amíg még létezik a Twitter, a Gains alsóvonás név alatt szoktam oda. Néha Letterboxdra igyekszem logolni a általam megnézett filmeket, a utóbbi időben az oda írt review-imnak a karakterszáma az szerintem ilyen 15 karakterbe maximalizálódik, szóval nagyon bőkivesézéseket ott ne nagyon keresetek mostanában tőlem, szerintem a legaktívabb a jelenleg a Vagfolt podcastben vagyok. Péter, téged hol találhatnak meg a hallgatóink? Twitteren helyen közel vagyok én is jelen, Frivo névvel, 2L-vel, Letterboxdon ugyanez a user nevem, ott lehet látni, hogy miket naplózok le, amiket frissen megnézek. Ezekből aztán vagy Vagfolt adás lesz, vagy pedig a Patreonunkon lesz adás. Apropó Patreon, patreon.com/vagfoltpodcast, a támogatói közösségünknek a címe, itt tudtok csatlakozni a egyre gyarapodó támogatói táborunkhoz, akiknek a cserébe a támogatásért havonta egy-két alkalommal extra adással jelentkezünk. Most már ugye a kibővült Vagfolt podcast szerkesztőség gyártásában, úgyhogy a hónapban hallhatjátok a John Wick 4-ről szóló adásunkat Andrással, és még tervezünk egyebeket is. Még egyszer patreon.com/vagfoltpodcast, ez a támogatói közösségünknek a címe, és ezen kívül pedig a Vagfolt podcastra ne feledkezzetek el feliratkozni, hogyha még nem tettétek meg. Abban a lejátszóban, amiben éppen hallgatjátok, erre lehetőségetek van. Spotify-ban is lehet, YouTube-on is lehet feliratkozni ránk, illetve Apple és Google Podcast lejátszókban is. A YouTube-on és a Spotify-on van kis csengettyű gomb is, hogyha akartok, akkor tudtok ezzel értesülni a legfrissebb adásokról is. És van Facebook oldalunk, Twitter oldalunk, a Vagfolt Podcast néven, valamint van egy csoportunk a Facebookon, ami szintén egyre inkább gyarapszik, ez a Vagfolt Podcast társalgó. Ebbe érdemes belépni, hogyha nem csak az adásokról akartok beszélgetni, hanem egyéb releváns témákról, amelyek így a Vagfolt Podcastnak a tematikájába passzolnak. Itt is már közel 400 taggal tudtok beszélgetni a csoportunkban, tehát még egyszer a Vagfolt Podcast társalgó, ezt kell begépelni a Facebook keresőjébe, és akkor beléphettek a csoportunkba is. Szuper. És akkor igen, még egyszer nagyon köszönjük, Eszter, hogy vendégeskedtél. Köszönöm én is. És két hét múlva érkezik a következő adásunk. Most egy kicsit visszakanyarodunk a fiatalabb nézőközönségnek célzott animációs filmek irányába, és a Kung Fu Pandát fogjuk megnézni, és aztán kibeszélni. Tehát ez lesz a soron következő adásunk. Aztán utána még visszatérünk majd komolyabb vizekre. Úgyhogy várunk titeket vissza két hét múlva. Addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!